Mint beszámoltunk róla, egy TOP pályázat keretében elnyert összegből kezdődött meg a Kazinczy Ferenc utca egy szakasza útburkolatának teljes körű felújítása Sátoraljaújhelyen. A munkálatok a szegélykövek cseréjével kezdődtek, melyek már be is fejeződtek. A mai nap során már a korábbi aszfalt réteg felmarását végzi a kivitelező cég erre a célra rendszeresített nagy gépe. A több mint 5300 négyzetméter nagyságú felület fontos közlekedési útvonal részét képzi, mind a helyi lakosok, mind pedig az ide látogatók számára. Nem olyan régen adtuk át a munkaterületet, és a kivitelező a szegélykiemelésekkel végzett, és a mai nap egy nagyon látványos szakaszához érkezett a felújítás, hiszen felmarják az aszfaltot. Ezt követően a aknafedlapoknak a szintbeemelése történik, és utána érkezik az új aszfaltréteg. A reményeink szerint maga az aszfaltozási munka augusztus 21-ével kezdődik majd, és a rákövetkező néhány napban, hétben ez meg fog történni, úgyhogy szeptemberre el fog készülni a felújított szakasz a Kazinczy utcának. Ez a Rákóczi utcai csomópont és a Mártírok úti csomópont közötti szakaszra terjed ki. TOP plusz pályázat keretén belül nyertünk néhány ezer forint hiány 100 millió forintot erre a felújításra. Bízom benne, hogy lesz ennek folytatása, úgy azon fogunk ügyködni, hogy egy ütemes terv szerint az elkövetkező években szép fokozatosan újuljon meg Sátoraljaújhely minden egyes utcája. És ez az elképzelés nem csupán az úttestet érinti. Hiszen egy-egy utca, a járdák, utak és zöld területek járdaszigetek egységéből állnak, így ezekre mindre együttesen kíván figyelmet fordítani a városvezetés. Most kimondottan ez a kivitelezés, ez az úttestre vonatkozik, de ha visszatekintünk az elmúlt időszakra, az elmúlt éven a Rákóczi utca és a Postaköz között teljes egészében megújult a járda, és ilyen szakaszosan, ahogy van forrás az önkormányzatnak, szeretnénk egybe kezelni ezeket a részeket. A célunk az, hogy minden út és járda újuljon meg az elkövetkező időszakban. Ez hosszú éveket fog felölelni, de igyekszünk minden forrást megragadni, és valóban az a célunk, hogy amikor egy bizonyos útszakasznak a felújításával belekezdünk, akkor ha több lépésből is, de a környező zöld felületek, járdák is mind-mind újuljanak meg. Sátoraljaújhely város önkormányzata továbbra is keresi azokat a pályázati lehetőségeket, melyek segíthetnek megújítani a település utcáit. Ezen felül a korábbi hagyományokhoz híven a jövő évtől az önkormányzat ismét saját pénzügyi források bevonásával szeretne nagyobb léptékű, hosszú távú útfelújítási programot elindítani, tette hozzá az alpolgármester.